350 kg-os csorosznyomás, automatikus csorosznyomás állítás, osztott tartály, apró magvetőgép és számos más érdekesség látható itt a mellettem álló Horsch Avatar direktvetőgépen. Természetesen más újdonságokat is bemutatott a Horsch Németországban. Gribek Dani vagyok, ez itt a Hektár Vlog. Tartsatok velem! A bemutató első állomásán a Horsch önjáró permetezőgépét nézhettük meg, ahol igazából a legnagyobb újdonság az maga a kabin, már is megmutatom nektek. Ez két változatban érhető el, egy Pro és egy Basic változatban. A Pro esetében például egy italtartó, egy második kijelző állomás, bőrülés, ami benne van. Emellett ami újdonság, és ez ugye a Pro, illetve a Basic esetében is fontos, az az itt látható joystick, ami ugye kifejezetten ezekre a Horsch eszközökre lett kifejlesztve, és itt ugye a különböző funkció gombok azok beállíthatók ugye a gépkezelő igényei szerint. A Bosch Rexroad-tól érkező hajtás az finomodott, tehát újítottak azon is egy kicsit. Úgyhogy ez a legfőbb újdonság, amit elmondható az új fülkében. A jól bevált hajtáskoncepciók mellett ma már létezik egy kisebb, a gép méretéhez igazított hajtáskoncepció is. Érzékelhető még, hogy az egyébként Class-tól érkező kabin nagyon jó rálátást biztosít a növényállományra, illetve a fülke szűrése 4-es kategóriájú, tehát nem csak kényelmes, de biztonságos is a kezelő szempontjából. A VT kivitelnél egyébként a nyomtávot lehet állítani 1,8 métertől 2,4 méterig, ami dombos terepen különösen előnyös a stabilitás szempontjából. A tartály 5000 vagy 6000 liter űrtartalommal rendelhető. Közben ki is szálltam a gépről, és érkezik is mögöttem az a Horsch önjáró, amiben én is ültem, az új fülkével. Ez a 300 lóerős gép. És már is megmutatom, hogy hogyan lehet lenyitni, illetve visszacsukni a létrát. Fontos tapasztalat volt a németországi sajtóbemutatón, hogy a Horsch aktívan fejleszt a direktvetés a no-till irányába, és ez vonatkozik az új gépekre, de a korábban jól bevált eszközök ránc felvarrására is. Mindez nem meglepő, hiszen a világban egyre jobban terjednek ezek a költség és erózió csökkentő megoldások. Az egyik kiemelt újdonság a Horsch Avatar 1225 SD, amit már néhány éve tesztel is a gyártó. A sorozat kisebb testvérei 2023 tavaszától elérhetőek, tehát a korábbi 8, 9 és 10 méteres mellé most megérkezik a 12 méteres változat is. A megrendelők minden esetben egy 6300 literes dupla tartály, vagy egy 6400 literes 3-as tartály között választhatnak, ami mellé felszerelhető egy 400 literes mini drill apró magtartály is. A gépek szerelhetők sortisztítóval, így azoknak a nagy szármaradvány mennyiség sem okozhat gondot. A sortisztítók vontatott elrendezése miatt azok tökéletesen alkalmazkodnak a talajhoz, minden egyes sortisztító egyedileg állítható a kívánt mélységhez. Ennek köszönhetően a direktvetésnél a lehető legkevesebb talajt mozgatják meg. A zárókerekek opcionálisan változtathatók a talajállapottól függően. 2024-től az Avatar SD opcionálisan felszerelhető egy szelektív tömlővel is, ami egyrészt lehetővé teszi, hogy a vetőcsoroszjákhoz felváltva jusson el két különböző vetőmag. Az egyedi mélységszabályozásnak köszönhetően az apró magvak sekélyen, a nagy vetőmagok pedig mélyen helyezhetők a talajba. Mindemellett a dupla sortávolság is elérhető ennél a gépnél, tehát a kalászosok 25 cm-re, a szója pedig 50 cm-re vethető. A kisebb területen gazdálkodók számára is van lehetőség a no-tillre, a Horsch ugyanis bemutatta a 6 méteres Avatar SL-t is.
A három pontos változatot elsősorban talajtakaró vetőmagvak precíz vetésére tervezték. A single disc csoroszja mélységszabályozó hengere egyenetlen körülmények között is pontos vetésmélységet garantál, a sortávolság 25 vagy 30 cm lehet. A csorosznyánként akár 240 kg-os csorosznyanyomás eléréséhez a hors hidraulikus súlyátvitelt kínál. Ez a különösen nehéz körülmények között hasznos. Opcióként itt is elérhető a vontatott sortisztító, a szelektív tömlő, de szintén választható a szóló változata is a gépnek, hátul 800 literes vetőmag tartállyal. Az Avatar S-sel ugyanis alapkivitelben a Horse Partner fronttartállyal érhető el. Ezen gép esetében szintén vethetünk 25 és 50 cm-es sortávra is. Az új Horse Maestro TX egy kompakt és univerzális precíz vetőgép, méghozzá 3 pontos felfüggesztéssel, 2,6 métertől 4,8 méterig terjedő munkaszélességgel, aminek vetési sebessége akár 15 km per óra is lehet. A gép alapkivitelben hidraulikus teleszkópos csúszókerettel szerelt, így például a Maestro 6 RX esetében az összes szokásos 45 cm és 80 cm közötti sortávolság 5 cm-es lépésekben állítható, de a Maestro 7 TX 37,5 vagy 40 cm-es sortávolsággal, míg a középső sort kikapcsolva a hagyományos módon 6 sorral és 75 cm-es vagy 80 cm-es sortávval is vethet. A Horse Maestro esetében a gép kapott egy különleges fémdarabot, aminek segítségével már direkt vetésre is alkalmas az eszköz. Itt láthatjátok, ahol az ujjam van. Már is megmutatom nektek közelebbről. Ez tehát az opcionális hidraulikus súlyátviteli rendszer, ami nagyobb csorosznyanyomást garantál vetés közben. Ez is bizonyítja a csökkentett talajművelés és a direkt vetés terjedését. Az új Maestro TX sorozat egyébként opcióként felszerelhető 1300 literes műtrágya tartállyal, és ekkor alapfelszereltségként műtrágya félszélességgel záróval. A mögöttem látható Verza 3KR gép, gabona vetőgép a kisgazdaságok számára készült, kifejezetten egy kompakt, sok opciós lehetőséggel rendelkező eszközt akartak tervezni a Horsnál, és az egyik újdonság rajta az a gép elején található forgókapa, amiből egyébként nagyobb típust is lehet kapni, meg úgy alapból a Verzából is, azt ott hátul láthatjátok, ez egy hosszabb, nagyobb munkaszélességű, komolyabb gazdaságoknak szánt eszköz. A Verza 3KR vetőgép legfontosabb része az elektromos hajtású adagolás. A Smart Clip adagolórendszer nagy rugalmasságot biztosít a művelőutak tekintetében. Az adagoló készülékek egyedi csatlakozásának köszönhetően egyenként és szerszám nélkül meglehetősen egyszerűen cserélhetők. A különböző sortávolságok 12,5 cm és 15 cm között állíthatók. Az alapgép vetőmag tartályának űrtartalma 900 liter, és két lépésben összesen 1500 literre is bővíthető. A Verza 3KR frissítése tartalmaz néhány újítást. A hidraulikus felső függesztőkar lehetővé teszi a gép súlypontjának elosztását közúti szállítás közben, valamint a vetőcsoroszják megemelését a forgóboronával történő tábla előkészítéskor. A hidraulikus csorosznyanyomás beállítás lehetővé teszi a csorosznyanyomásnak a fülkéből történő állítását, így a viszonyokhoz való igazítását. Ezen kívül rendelkezésre áll egy készlet a fűmagok optimális vetéséhez. 2025 elejétől lesz elérhető a forgóborona Credo 3 HD új generációja. Úgy tervezték, hogy a legnagyobb stabilitást biztosítsa a legnehezebb körülmények között is. Ha pedig már újdonságok, akkor nem maradhat ki a sorból a Horse új vetőcsoroszjája, amivel az Agritechnika pályázatára be is neveztek, úgyhogy kíváncsian várják, hogy ez az innováció megérdemele valamilyen érmet. A Verzához kifejlesztett Duodisc dupla tárcsás csoroszja a Turbodisc vetőcsoroszják jól bevált alkatrészeivel van felszerelve, és precíz, egyenletes maglehelyezést biztosít. A gyártó egyébként azt ígéri, hogy a jól ismert Turbodisc vetőcsoroszják 2024 tavaszától opcionálisan is elérhetők lesznek. A Sprinter kapás vetőgépek már régóta elérhetők a Horse kínálatában, most viszont két új modellt is bemutattak Németországban.
a Sprinter 625SL-t és a Sprinter 1225SC-t. A Horst a Hektárnak is eljutatott sajtóközleményében a kivitelek bemutatása kapcsán így fogalmazott. Az új Sprinter vonalak fejlesztésének oka többek között az éghajlati viszonyok változása, amelyek hosszabb száraz időszakokat hoznak magukkal, így a világ egyes részein a termesztési módok is változnak. Az érintett régiókban óriási kihívást jelent a víz talajban tartása. A cél az, hogy a talajművelést minimálisra csökkentsük, mivel a talajba való minden beavatkozás serkenti a levegőztetést, a felmelegedést és a párolgást. Ahhoz, hogy a termelő előzetes talajművelés nélkül is tudjon vetni, olyan vetőgépre van szükség, amely tökéletesen működik nagy mennyiségű szármaradvány esetében és keményebb talajokon is. Visszatérve konkrétan a sprinterekre. A tökéletes vetőmag talaj kapcsolat biztosítása érdekében az új vetőgépeket kiszedő tulajdonságokkal rendelkező fogasvetőcsorosznyával szerelték fel. A három különböző típusnak köszönhetően a gazdálkodók különféle körülményekre reagálhatnak. Elérhető egy ultravékony változat, ami 12 mm széles, így ideális közvetlenül a tarlóba vetéshez. De van egy 21 mm széles vékony csorosznya, a legszélesebb pedig a Wide Edge, ami 110 mm-es. Az új sprinterek nagy átömlési keresztmetszettel rendelkeznek, méghozzá a három gerendelyes kialakításuknak köszönhetően. A 25 cm-es osztástávolságú kapák kioldó ereje 180 kg. Az egyes fogak mélységét egy nyomókerék szabályozza, amely nagyon precíz mélységi elhelyezést biztosít. A hidraulikus előfeszítésnek köszönhetően a fogak közúti szállításhoz visszahúzódnak, így a szállítási szélesség 3 méter alatt marad. A Sprinter SC 6300 literes dupla, illetve 3-as tartállyal szerelhető, és további minidrill opciókkal is elérhető lesz. A kisebb Sprinter SL opcionálisan működik a Horst Partner FT előső tartállyal kombinálva. 2022-ben a Sprinter 6 SL és a Sprinter 12 SC prototípus sorozatát a terepen már tesztelték. Ebben az évben további vizsgálatokat végeznek, így mindkét Sprinter modell 2024-től érhető majd el. A vetőgép újdonságok sorából természetesen nem maradhat ki a Pronto 7 DC dupla tárcsás csorosznyás vetőgép sem. Az új vázkoncepciónak köszönhetően a gép valamivel könnyebb, mint az előző generáció. Alacsony lóerő igénye miatt kevés tömörödést okoz a talajban, és 7,2 méteres munkaszélességével gyorsan, hatékonyan vet. A gép beállításai egyszerűek és áttekinthetők, gyorsan és egyszerűen elvégezhetők. Természetesen ez a vetőgép is felszerelhető minidrillel, ami második vagy harmadik tartályként használható vetőmaghoz, műtrágyához vagy mikrogranulátumhoz. Innen az anyag a vetőcsorosziákba is adagolható, de opcionális a PPF tárcsarendszer, amivel a vetési sorok közé akár 10 cm-es mélységben is lehelyezhető. Ami pedig a talajművelést illeti, a Transformer VS-sel a Horst egy új kultivátort mutatott be 6, 9 és 12 méteres munkaszélességekben. A VS a Variable Small, azaz a változtathatóan kicsi rövidítése, ami leírja a kapálóegység kialakítását, amely kezdetben csak 25 és 30 cm-es sortávolság esetében lesz elérhető. A VS egyik speciális jellemzője a gép kompakt kialakítása, amely tartalmazza a fővázat és a teljesen integrált oldalmozgató egységet, ami összesen 450 mm-t jelent. A talaj követését javítja kapálóegységenként és kapánként egy mélységszabályozó kerék, valamint a kompakt szerkezet a kapától a mélységszabályozó kerékig. A munkamélység könnyen, lépésenként szerszám nélkül állítható. A Fortis 9 AS egy új kultivátor generáció, amivel a gyártó egy olyan kultivátort akart kifejleszteni, amely képes megbirkózni a traktor teljesítmény növekedéssel, miközben nagyobb munkamélységet is kínál. A maximális munkamélység így 30 cm, tehát ideális mélylazításra és elsődleges talajművelésre is. Minimális munkamélységnek 4 cm-t adott meg a gyártó. Munkaszélessége 8,75 méter, és akár 700 lóerős traktorokhoz is használható.
A már jól ismert TerraGrip kaparendszernek köszönhetően minden korábban is ismert kopó szár és szárny felszerelhető rá. A Horst Cruiser XL a sekély és középmély talajművelés gépe, ideális talajművelésre és a szármaradvány eloszlatására a kombájn után. A Cruiser XL portfóliója ezzel a 9 méteres munkaszélességgel bővült. Az új Flex Grip kapák 180 kg-os kioldó erővel előfeszítettek, így garantálják a munkamélység pontos betartását a legnehezebb körülmények között is. A 12,25 méter munkaszélességű Joker 12RT tárcsás borona teljessé teszi a korábbi Joker sorozatot, ami ideális választás a tarlóműveléshez, a betakarítás utáni keverési feladatokhoz, valamint a hatékony magátkészítéshez. A gép nagy mennyiségű szalma, szerves trágya vagy köztes növény kezelésére is alkalmas. A Joker csípkés tárcsákkal vagy Covercraft tárcsákkal is felszerelhető. Az 52 vagy 58 cm átmérőjű csípkés tárcsákkal jelentős mennyiségű szalma maradékot lehet opcionálisan bedolgozni. Az egy és dupla henger opciók széles választékával a Joker tökéletesen alkalmazkodik az adott munkakörülményekhez. Szintén az opciók között szerepel a késhenger, vagy éppen a simító. A mögöttem látható 18 méteres gyomfésű olyan szintű újdonság itt a Horsnál, hogy ez az egy darab készült belőle, úgyhogy ő az, amelyik nyúzó próbán is volt már, de azt ígérték, hogy az Agritechnika kiállításra egy teljesen új darabot építenek majd, úgyhogy Hannoverben egy új gépet láthattok majd. A Cura 18 estére nagy hektár teljesítmény és stabilitás, robosztus, valamint a zárt négyzet alakú csővázas kialakításnak köszönhetően csavarodásálló kialakítás jellemző. A 450 mm-es maximális vázmagasság még magas vetemények esetén is lehetővé teszi a boronálást, és a Cura estét a hibrid, valamint az ökológiai gazdálkodás kulcsfontosságú gépévé teszi. A fogak külön-külön rögzítettek és rugós terhelésűek, így azok nyomása rugalmasan állítható 300 g-tól egészen 5000 g fölé. A fogak dőlésszöge a hidraulikusan állítható magasságú támasztókerekeken keresztül állítható, sortávolságuk 28 mm, a fogvastagság 8 mm. A talajviszonyoktól függően keményebb és nehezebb talajokhoz a bevált 100 fokos boronafogak, könnyebb és homokos talajokhoz pedig a 125 fokos boronafogak használható. Ha azt hinnétek, hogy a mögöttem látható gép egy permetező, akkor tévedtek, ugyanis a Horst az Agritechnikán fogja bemutatni a szintén egyik új fejlesztését, méghozzá a műtrágya kijuttatót. Ez egy 36 méteres kerettel rendelkező gép, egyébként 14 köbméteres tartályú, viszont az Agritechnikára érkezik a 48 méter munkaszélességű, vagy hát keretű eszköz. Nagyon érdekes ez a technológia, és azt is elmondták, hogy próbáltak gyakorlatilag minden tudást, amit eddig például vetéstechnikában megszereztek, vagy például permetezés, vagy növényvédelmi technológiában, technikában azt felhasználni arra, hogy egy jól használható eszközt, gépet fejlesztenek ki a műtrágya kijuttatásra, természetesen precíziós oldalról, tehát differenciált kijuttatásra alkalmas az eszköz. A Horst Lead Xeric rendkívül hatékonnyá teszi a műtrágya kijuttatást. Rövid töltési, de hosszú szórási idő jellemzi. Ez többek között a 14 köbméteres tartály és a 20 km per óráig terjedő üzemi sebesség szavatolja. Utóbbi többek között a korábban már jól bevált boom control rendszerrel valósítható meg, ami sima és stabil szórókeret vezérlést garantál a teljes munkaszélességben. A központi adagoló rendszerrel ellátott adagoló doboz optimális műtrágya szállítást biztosít. A Leap 12 TD permetezőgép jól bevált tandem tengelyes alváza maximális érintkezési felületet és zökkenőmentes működést biztosít, ezáltal hozzájárul a talajvédelméhez. Mindkét tengely aktívan kormányozható, amivel akár 28 fokos szögben is megvalósítható a precíz követés.
Amennyiben többet szeretne megtudni a Hors gépújdonságairól, látogasson el a Hannoveri Agritechnika kiállításra, de a helyszínről jelentkezem majd Hektár vloggal is.